Tehát volt egy francia borda, egy süllőroston külön tartárral. Mennyi volt a süllő? 27 deka. Igen. Egy csokoládétorta, egy üveg bordói, kettő fekete, kenyerek száma. Kettő. Kettő kenyér, csak 06, 86-70, tessék parancsolni. Tessék, a többi a magáé. Köszönjük a családunk nevébe. Köszönjük szépen. Mondja, mi lesz itt, esküvő, vagy miért vannak úgy feldíszítve? Nem kérem, szilveszteri üzemi banket, illetve banket lett volna. Mert úgy volt, kérem, hogy az Egyesült Tésztagyár ma este itt bankettot tart, de tetszik tudni, a takarékosság miatt ma délután lemondták, még nem volt időnk a terítéket leszedni. Szóval banket? Igen, kérem. Ehhez értenek. Bezzeg az a szegény Masse kénytelen a saját pénzén vacsorázni. Na. Jó estét kívánok! De jó kívánok! Feri bácsi! Abla kettes vizet! Várjanak! Ha megvacsorázom, nem? Szép hely, mi? Az! Osztályon fölül. Hát csak a tésztagyártó, nem látok itt senkit. Sándor, lehet, hogy korán jöttünk? Ugyan, Bözsi, menj már! Ha nem látod a táblát, üdvözlőben vagyunk. Azt mondja, üdvözlőjük a tésztagyár dolgozóit, még ott lógnak a makaronik is alatt. Csak úgy látszik, egy kicsit korán gyűjtünk. Az nem baj, kényelmesen vacsorálunk. Nem úgy, mi Lacházán, mi? Még makaron. Mindig nem felejtette a Lacházát selmeti. A bizonyos életben sose felejtem el, én egész nap lemelóztam a pincével, meg fönn a góréval bankettezett. Én rosszul lettem a melótú magam, meg a piától, meg álljon, csak megálljon! Csak felizgatod itt ezt a szép pici szívedet itt. Jó van, lassan. Mindjárt a fejembe szalad a piros hezembe, itt az a Lacházai. Na, Bözsi, már ma megmutathatod, hogy hogyan tudsz ennyi. De annyit eltek és ihatok, amennyit akarok. Amennyi belé. Jaj, egy ilyen szilveszteri bankettán a tésztagyár kitesz magáé. Hát, legyen nyugodt, bokor úr, mink is kiteszünk magunkért. Bözsi, remélem a füződet nem vettem. Ne szégyenkezd, az ember nem szorítja el magát, akkor nem tud ölögetni. Hát könnyelműség is volna, ki kell használni a szituációt? Ez a legyen nyugodtban, akkor ki is használjuk a szituációt. Elárulom magának, hogy én a szilveszteri zabára való tekintettel máma még e falás ettem. Én csak egy kis kifli csücskit. Csücskitnek. Én meg egy negyed lágy tojást. Negyedet, hát ilyen, hogyan osztottál magát? Tötögette ide-joda? Látod, a bokor is tudja, hogy a banket regyünnyi. Sötét ruha, üres, ha elsik a nagvágy, hogy állom. Csókolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Kérem, vacsora! Igen, meg savanyú. Kérem. Csak még nem tudjuk, melyik a helyünk. Hát tessék, talán ide vagy oda, de azt hiszem, itt talán kényelmesek. Igen? El lesz a legjobb, igen. Eh? Igen. Nagyon kedves ember, majd beszélek az érdekében odafenn. Hol? A Guggerhegyen. Hogyan hívják magát? Elek. Elek, jó van. Elek úr, vigyél innen ezt az öldövezetét innen az asztalon. Mert mi enni gyüttünk, nem legelni. Na, mondja csak, mit kapunk? Parancsoljanak, kérem, köszönöm. Ez minden van? Igen, kérem, bár a tűzdelt antilopra kókuszmártással egy kicsit várni kell, az frissebbész. Hallj, a tűzdelt antilop! Én a golyzervarrot az jobb az. Aztán inni mi lesz? Ami parancsolnak, kérem, minden van. Na. Olasz borok, francia pesgő, skót viszki, cseshör. Csetrombita nincsen. Elfújnám a kraszna horkát esetleg. Ez múlva. Tessenek választani, azonnal vissza. Jó, nagyon kedves behemót ember. Spárta leves! Hol Bögi? Neked elmentek máma valahova? Ha levessel akarod teletömkönnyi magad, akkor nem gyújt hely másra. Nézd ide, mi minden van itt felé. Ne vessem bele a lapomban! Magának is osztottak, nézze azt! Azt mondja, előételnek libamáj. 38 forint. Füzeti a cég, nem szállt. Én is azt teszem, előre ételnek libamáj lazacol. Várjon, én találtam egy jobb ételt.
Mi az? 82-60. De az mind? Nem mindegy, 82-60. Füzeti a cég. Mindjárt megnék. Talatját még nem elvettek, szépje. Elefánt köröm pörkölte. Reszelve. Untanulsz maga olvasni, mondja. Resztelve. Aztán mi van itt még, azt mondja? Pálcárra pogós banánsalátával. Ekkörle dolgozónak nem a granadírmas. Ide hallgasson, ez se lehet rossz. Na? Major Tamás üzletvezető. Magának reszelve. Ez a milyen barha még az árórát is megrendeli. De most mit mérgelődik velem fordul? Ígyunk meg előtte három kis üstöt. Jó! Hát mindjárt benne van, nézzem. Egy előkelő helyette kis üstű pálinkát akarsz inni. Van itt más appetitital is várja. White lady. Jó. Tudod mi az? Nem. Én sem. Itt van ez. Azt kapsz étvágygerjesztőre. Hát egy étvágygerjesztőt is így a... Ma már 2-3 étellel többet eszül meg. Sermet urat kérik a telefonhoz. Jövök. Ne vagy a Sermet szív. Akkor mit nyújtózkodik itt? Hát én vagyok a Sermet szív. Jó, van, aranyos kis tupíjós hölgy. Na. Hiszen csak lassulok, tudod, na. No, én megyek telefonozni, hogy maguk rendeljék meg a dolgokat. Mit akar itt a nyakában? Ez a szalmi. Ez meg most akar a borod válkozni. Tesszük válaszolni. Jaj, ez tessék kihozni ezt a három vejszlét. Mi az a pálcáropogós? Azt kezdjük csokolom, pálcám mellett darálva, pirított gombával, vaja zsemje morzsában. Azt három nagy igen. És valami drága ital. Van eredeti olasz csinszánom. Azt. És külföldi ásványvizet. Sajnos az nincs, csak Mohai Ágnes. Hát, ha csinos, hozza ki. Itt vagyok, husom. Na, ki volt az? Hajké. Jó. Na, várjál, most mi lesz? Mit rendültek? Hát három White Lady-t vagyok. Én hármat? Maga ajánlotta. Én csak mondtam, hol van. Ide Bambit hozzon. Sándor! Semmi Sándor. Egy Bambi, két pohára. Utána hozhatom a pálcáropogost. Utána, vagy ha már még elmentem. Ha belőlem ne csináljon hülyét nekem, hozza ki azt a fácán izéjét. Hozza neki, jó. Ide pedig hozzon két krumpli salátát. Üres krumpli salátát. Nosi, a krumpli saláta nem üres, abban benne van az ecet meg a hagyma. Hozza! Sándor, hát ez teljesen megháborod. Tehát azt mondod, a legdrágább ételeket, italokat fogyaszthatom. Viccültem, nem lehet? Egy rendes dolgozó a cég számlájára nem szórja a pénzt. Na menjen már magának, mit agitál, nem hallja a főnök. Nézze, bokor, lehetek magához őszinte. Az én kis páromnak nem szadám akármit enni, inni, mert zsönge gyomrú kis fehér nép mindjárt megárt neki mindjárt. De van zsönge gyomrú, hát megeszem még a rozsdás vasszöget is. Persze, olyan a gyomrú, aminek is rozsda temetős. White lady? Én vagyok a White lady. Maga a White lady. Én meg Csipke Rózsika vagyok. Egyenesen az erdőből. Bambi, kettő pohár. Nagyon kedves ember vagy. Hát kire figyelj, Sándor. Ezt a löttyöt akarod veled megitatni. Rözsi, ez nem lötty, ebbe kátrány is van. Üres krumpli salátát egyek, amikor nem is ebédeltem. Hát vett tudomásul, hogy én most hazapipegek, és ezzel volt a tojás látottál. Nagy szeretség! Hova kipegsz te? Gyere, 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 gyere.
Igen, ezt elmarad a banket, 30 forint van nálam, abban nem ugrálhatom. Elmarad! Oda rizítoztak neki! Nézd oda! Te is amarra tátogass aztán. És ki mondta, hogy elmarad? A juhász telefonált a lakásra, tudod, aztán ide, mint a bokorra, csak azért nem tudjuk, meg egész nap kim voltunk ellenőrzése. Mert akkor ezt a bokornak is meg kéne mondani. Majd, ha hüle leszed. De vagyont fog itt elkölteni. Azt akarom, visszakapja Lacházát. Vigyázz! Hüleled már az asztalon rönnyűröm. De, hogy neked mekkora eszed van? Nem, mind az látom. Itt a homlokom alatt van. Maga meg ne adogasson nekem itt a tányérból, nem vagyunk a menhelyen, majd én veszem. Gute appetit! Ez kicsoda? A burgerlandi nagynéri. Mindig emlegettem, mikor ezen. Na, nobeljük. Egyéb. Jó ez a kis krumplizsaláta. Ez se kutya. Tudom, pácsák. Lehet, hogy ettől lesz a bokor fogoly. Hát ha elgondolom, hogy alig van nálam 2 forint. És ilyeneket tehetem át, röhögnöm kell. Nekem is. 2 forint, Jasi? 1,60. Na, autóbuszra elég. Szirénával drágább. Mohai Ágnes. Kelmeti Sándor. Halló, halló! Hozzon egy másik poharat, ennek a teteje zárva. Fordítva teszi le a poharat ez a jaj, bokor! Na, nem is meséltem magának. Ez az a behemót pincér, akit a Borostyából ide helyeztek, mert ott agyoncsapott egy vendége. Miért verte agyon? Kritizálta az angyalbögyörőt. Ennek meg az a kedvenc étel, az oda ment, sutt, mint egy borgyút leütötte. Ide hallgasson, Selmec, aki ilyen étteremben ételt kritizál, csapják agyon. Mit röhög? Eszembe jutott, hogy mit csinált ez a pincér egy olyan vendéggel, aki nem tud fizetni. Cinzano? Jó ital, Cinzano. 180 forint az egész, mert importáló, tudja. Az üveget nem veszi be a méh, mert külföldi. Mit számít az máma, a cég fizet mindent? Valamit örkény. Ezt a komát már leütötte, látja? Elvitték a kukába. Bocsánatot kérek, mi volt ez a menet itten? Semmi kérem, kedves vendég, evettivot nem fizetek. Én nem szeretek tárgyalásra járni, elintéztem magam. Ötletes. Hát igaza van, akinek nincs pénze, ne zabáljon. Nekem is ez a végvetényem. Na, ígyunk a szép estére. Még nincs vége, várjon. Rendben van minden, kérem. Elekúr, alakul. Óhaj. Kérem nekem, hozzon egy tavaszi tálat, legyen minden benne. Nem leszel sok magának! Rözsi, ne szólj bele, hozzon azt a tavaszi tálat, bele a rügyeket, a bimbókat, minden olyan. Mondja már, meghagyom a felit, szeretek a húsba turkálni, a hús erőt ad. Szüksége lesz még már. Látta ezt a behemolt pincét? Mi közöm hozzá? Azt sose lehet fogja. Ne prézikáljon, azt mondja meg, miért nem eszik. Nekem már elég volt. Ide figyelj, Sándor, no. Én nem bírom tovább, meg kell mondani bokorúnak az igazat. Mit kell nekem meg? Semmit, maga csak egyen. Ide figyelj, ne egyen! Egyen! Bokorú, ne egyen! Hát, ebbe kapili! Ne, 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 ide figyelj, bokorú! Ebbe hamili! Nincs bankkel! Nincs bankkel! Nincs, nincs bankkel! Ne mondtál! De bokorú! Maga itt a saját zsebire fogyaszt! Nálam csak 1,60 van, és itt az a dromedár pincér. Ne bőgjön, a tavasszal ültetünk magára, Ibolyrát, Mr. Itt
a tavaszi tál. Tavaszi tál. Mit tetszik hozzászólni? Nekem nincs hozzászólni való. Nézze meg ezt. Milyen jó húsban van ez a torony itt. Valamikor díbírkózó voltam. De nem vitte sokra tetszenek tudni, mert mindig jó ember volt. Csak ha felidegesítik, akkor a kedves vendég fejét a lába közé kapja, és jön a csihipuji. Jaj, ezt a figurát egyszer végignézni. Aztán mondja csak. Mivel lehet magát fölcukkulni? A reklamál a vendég, vagy ha nem fizet. Akkor fölmegy a pumpa. Akkor minden fölmegy. Na jó, volt, akkor mind fizetünk, Bözsim. Volt két krumplis alatta, meg egy bambi. 7-0-8. A többi a gyerekek is. Szóval, a koma szeretne most fizetni esetben. Kérem engem, a tésztagyár hívott meg. Akkor ne tessék fizetni. Mi? Miért? Ugyanis telefonáltak a gyárból, hogy vannak, akiket nem tudtak értesíteni arról, hogy a banket elmarad. Ezeknek a számláját kérem, a gyár fizeti. Ilyen a tésztagyár! Meg csak nyerítettünk hozzá. Üres krumpli salátát ettünk. Mi? Elő ételnek, Bözsém. Most jön a többi töltött libanyag. De nem a tésztagyár számlájára. Miért? Önök már tudják, hogy elmarad a banket. Hogy de aljasabb. Hát ennek levélnek el, kérek töltött libanyagot, tavaszik már. Egy töltött libanyag, Mindjárt magába csöbben ezt az egész talaj csúszpatba. Hölgyünk magam, mit állít? Hova egy harcja pesgő? Kérem. Oda kint durvancsák el, mert idegesít a durva. Sándor, hova néz? Fizetni? Hát agyon verik a férni. Na, ezt elintéztem. Mi történt? Nem tudod visszaadni.